Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! A mosoly muzsikusai, avagy szép a világ. Ez lesz sorozataim címe, illetve ez az egyik legkedvesebb operett melódiám, mert hogy Lehár egy különleges zeneszerző volt Kálmán Imrével, Huszka Jenővel együtt, és még tulajdonképpen hosszan sorolhatnánk a nagy klasszikus operett szerzőinket, akiknek a zenéje teszi a mai napig értékessé ezt a műfajt. Az operettben szinte kötelező a bugyuta történet, nos, lehet. De én azért ezzel is vitatkoznék, egyrészt mert korábban Fűfa Virág szinte kényszeresen átirogatta a műveket, szövegkönyveket, vagy a homályos értékű modernizálás érdekében, vagy az egyértelmű tantiemek, azaz jogdíjak érdekében. Aztán, hogy már mi is volt az eredeti darab, és annak mi is volt a maga korában az értelme, jelentése, rétegezettsége, azt már lassan senki sem tudja. Párhuzam, de talán érthetőbbé teszi ezt a helyzetet, hogy nem felejtem el, mikor az egyik amerikai ismerősömnek lejátszottam Hofi Géza egyik felvételét, amin mi a mai napig a hasunkat fogjuk a nevetéstől, mert értjük a hátsó tartalmakat, jelentéseket. Ő csak nézett rám, és azt kérdezte, hogy mi ez a bugyutaság. Nem kezdtem elmagyarázni, csak csípőből beidéztem az örök klasszikust, hogy hosszú Szabó néni. Tehát szép a világ. Lehár Ferenc egyik legszebb betét dalával indulunk, és ez lesz majd a szignálom is a későbbiek során. Kedves hallgatóink, most merüljünk el egy pillanatra a zenében, és adjuk át magunkat a szerző dallam világának érzéseinek, amik az erre fogékony embert, hiszem, hogy elvarázsolják, mert minden rossz ellenére, igenis, hogy... Kedves hallgatóink, Lehár Ferenc gyönyörű dallamait Szabó Miklós énekelte, és már is itt van velünk a vonalban Vásári Mónika. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert tudom, hogy nagyon sűrű az életed. Hogy vagy? Ó, köszönöm szépen, minden körülményhez képest jól. El kell, hogy áruljam, hogy ez a podcast sorozat olyan címmel fog futni, illetve olyan címmel fut, hogy a mosoly muzsikusai. Annál is inkább, mert egy kicsit ellene akarok menni ennek a világnak, mert egyre nagyobb kincs a mosoly, és a nevetés, a jó kedv, erre valószínűleg, hogy okunk is van. De én arra gondoltam, hogy azt az alcímet is adom ennek, hogy túlélés művészete, tehát miként lehet túlélni ezt az időszakot? Hogy teltek az elmúlt hetek, hónapok? Hát nekem mindenek ellenére nagyon, nagyon kalandos és nagyon mozgalmas volt, bár volt benne tényleg olyan időszak is, amikor a nyugalom volt, a befelé fordulás, de megmondom őszintén, nekem az is nagyon jól esett. Nyáron egy olyan örömért, hogy castingra hívtak a Dr. Balaton című sorozatba, ami most már elkezdődött a TV2-n, adják minden este, és abban meg is kaptam egy nagyszerű szerepet, és egy nagyszerű csapattal tulajdonképpen 3 hónapon keresztül éjtapallá téve együtt dolgoztunk, amit most már lehet látni a tévében, és én úgy hallom, hogy nagyon jók a visszajelzések, hogy nagyon szeretik a nézők, mert nagyon jó kis történetek vannak benne. És ugye egy operett szubretnek, illetve azért a musical és prózai szerepekben is megmutatkoztál, de milyen érzés volt ez a filmvilág, vagy volt már ilyen? Nem, nekem még nem volt, úgyhogy én nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy öröm volt. Nagyon nagy öröm volt. Persze először nagyon tartottam tőle, hogy jaj, milyen lesz, de olyan pillanatok alatt, amikor az ember megérzi azt, hogy hát hiszen kiválasztottak, én kellettem nekik, akkor nagyon hamar ráültünk, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon jó volt, nagyon jók voltak a szövegek, jó volt tanulni, jó volt játszani. Rögtön meg is tudtam fogalmazni, hogy miért szeretem én ezt a
ezt a forgatást, vagy miért szeretem ezt a dolgot, mert igazából a színházban is mindig a főpróba hét, ami a legizgalmasabb, tudod? Tehát, hogy megyünk, és az ilyen forgatás az tulajdonképpen minden nap egy premier, mert ott van egy lehetőséged, ott van egy pár jelenet, vagy nem, vagy 10, vagy 15, vagy nem jóval több, és akkor kell azt nyújtanod, amit a színpadon is, hogy most és megismételhetetlen. Mármint megismételhető, mert ugye fel tudod venni még egyszer, de hogy nagyon-nagyon-nagyon ott kell lenni, és minden napnak volt egy ilyen premier hangulata, és ezt nagyon élveztem. És esetleg, amit ki tudsz emelni, kedvenc történeted? Hát a kedvenc történeteim azok az egésznek a menete, hogy elkezdtük forgatni, amikor még 30-valahány fok volt, és amikor befejeztük, akkor már nagyon-nagyon hideg volt, úgyhogy mindent átéltünk. Esőt, olyan pillanatok voltak, hogy szöveget 3 perc alatt tanultunk meg, mert változások voltak, mert sajnos már a vége felé minket is érintett a járvány, tehát, de így se kellett hál' Istennek leállni, mert valahogy mindig meg tudták nagyon ügyesen oldani, nagyon tervezetten az egészet, de hát azért besűrűsödött, úgyhogy volt nekünk is mindenféle, mindent megtapasztaltunk. De az egészet mindenki nagyon élvezte, és én szerintem ez látszik az egészen, hogy nagyon élveztük, és hát közben mellette ugyanezt csináltuk a színházba is, hogy hol bezártunk, hol kinyitottunk. Hát igen. Volt ilyen, hogy a La Mancha lovagjának azt hiszem 3-szor vagy 4-szer futottunk neki, mire végre be tudtuk mutatni. Akkor játszottuk 3 napig, akkor megint leálltunk, akkor megint utána elővettük, akkor megint lejátszottunk 2-t, akkor utána megint le kellett állni, akkor csináltunk belőle egy gálaműsort, hogy a nézők, amikor még jöhettek, hogy mégis valamit kapjanak, aztán megint leálltunk, és most a múlt héten streamelve fölvette a színház, mert a színház is tulajdonképpen így mi most dolgozunk. És ez nagyon, nagyon jó azért nekünk is, meg hát azért úgy hallom, hogy nagyon-nagyon sokan nézik ezeket az előadásokat. Többet is fölvettünk, mert amiben én például benne vagyok, az Abigail, az is most már karácsonykor nagyon sokszor ment, de több előadást is fölvettek, és még terve van véve a többi is, hogyha ez még tart ez a helyzet. És most kezdtük el a 9 című musicalt. Éppen ma volt az első, tehát mondhatjuk azt, hogy olvasópróba, vagy az első olyan összetalálkozás, amikor a rendezővel és az összes szereplővel találkoztunk. Bár mi a rendezővel már dolgoztunk, még nagyon kevés olyan produkcióban vettem részt, hogy elkezdjük, és már mindenki tudja a zenei részét. Tehát itt nagyon-nagyon nagy felkészülés van, a Balázs Zoli rendezi, és ő egy nagyon-nagyon felkészült, nagyon szeret minket, nagyon jónak ígérkezik, egy nagyon jó, komoly munkának ígérkezik. És mit játszol benne? Milyen karaktert? És egyáltalán miről szól ez a darab? Hát ez tulajdonképpen a Fellini film nyomán készült egy musical, a 9 című musical, amit egy nem tudom hány évvel ezelőtt volt a bemutatója, én is láttam különben, de azóta megnéztem még egyszer, és tulajdonképpen a Guido, aki magát Fellini testesíti meg, vagy személyesíti meg, és az ő élete, tehát az ő életében a nőknek a szerepe, ahogy viszik őt mindenfelé, azok a hatásokat próbálja elmagyarázni, és ebben van egy nagyszerű, szerintem, hát nem azért mondom, mert mit csináljuk, de szerintem a legjobb száma miénk, én a Saraginát, kurvát fogom játszani. Az örömlányt, mondjuk így. De hát sajnos ez a neve, és hát nem az örömlány, hanem ez egy igazi. És mi együtt játsszuk a Feller Ancsa, a Keresztes Ildi, az Atina, meg jó magam, a Papa Dimitrió Atina is jó magam. De hát nagyon sok nő van benne, mert 9, úgyhogy nagyon-nagyon nagy csapat, és nagyon nagy izgalommal, és szeretettel kezdünk bele. És elvileg a premier? Elvileg a premier ugye 3 most már nálunk, amióta az új vezetés van, a Kisdi Attila az új igazgató, most már másfél éve, aki nagyon nagyon-nagyon nagy zenei hozzáértéssel nyúl az egész színházhoz. Ő teljesen bevezette azt, hogy mindent 3 szereposztással csinálunk, aminek úgy érzem, hogy nagyon sok előnye van, persze érezzük úgy is, hogy azért ez nekünk nehéz, mert mi sokkal többet dolgoztunk, meg sokkal sűrűbben került ránk a sor. Viszont nagyon sokrétű előadást lehet megcsinálni, mert egyáltalán nem ragaszkodnak ahhoz most, hogy mindenki olyan legyen, mint a másik szereposztás. Tehát itt mindenki saját maga lehet. Ugyanaz az előadás,
de mégis háromféle, de mégis ugyanaz az előadás. Tehát ez egy nagyon izgalmas konstrukció így, de most már mi is beleszokunk, de nagyon élvezzük, és nagyon szeretjük. De akkor... És örülünk, hogy dolgozhatunk. Így. De akkor élő premierre számítotok, vagy lehet, hogy ebből is online lesz? Hát, élő premierre számítunk, de hát én gondolom, hogy ezt online nem fogjuk még megcsinálni, mert elvileg március 26, 27, 28, hát lehet, hogy akkor még nem tudunk nyitni, szerintem, de hát én nem vagyok egy, de abban már nagyon reménykedik mindenki, hogy talán áprilisban már csak tudunk játszani. Te, aki egy vérbeli virtigli szubrett voltál, vagy primadonna is, operett van még az életedben? Igen, nagyon szerettem volna a Csárdás királynőben az Anhiltét eljátszani, de hát ez most éppen elment, tehát nem, én azt gondolom, hogy minden valamiért van. Nem úgy alakult, nem lett, nem probléma, de azért nagyon várom azokat az operett váltó szerepeket, amikben újra szerintem kiélhetem majd magam, és jókedvűen, vidáman csinálhatom azt a műfajt, amit én végül is az első 15 évben biztos, hogy azt csináltam, tehát a pályám első 15 évében. Hát bízom benne, hogy tényleg nem sokára nyílik majd az ország, meg a színház is. Én nagyon sok sikert kívánok, és nagyon örültem, hogy láttalak a tévében, és hallottam rólad, és bízom benne, hogy a hallgatóink is. Köszönöm szépen, Mónika! Köszönöm szépen! Sziasztok!